Sziasztok! Ez az első videóm, úgyhogy hát aki nem ismer, annak röviden azért bemutatkozom. Én Ház Gergely András vagyok, Kaposváron dolgozom ingatlan közvetítőként most már 16 éve, és hát egy pár kérdésre, ami így a szakmával kapcsolatban fölmerül, illetve nekünk, mint szakember föltesznek, szeretnék válaszokat keresni, természetesen a teljesség igénye nélkül. Úgyhogy ennek a formáját ilyen autós módon gondoltam, lévén hát elég sokat autózom, és elég sokat telefonálok autózás közben, úgyhogy most ez egy ilyen alternatív módja ennek a videó felvételnek. És kötöm magam, ez előtte maradt, és hát akkor nekiindulok, és mindjárt azt is mondom, hogy a kérdés, amit mára gondoltam, az mi lenne. Nagyon sokszor teszik föl azt a viszonylag egyszerű, de nehezen megválaszolható kérdés nekünk, hogy mi várható az ingatlan piacon, elsősorban az árak tekintetében. És hát megmondom őszintén, hogy erre így az első válaszom az szokott lenni, hogy a jós tehetség függvényében lehet ezt megmondani, mert hát az ingatlan piac az egy nagyon összetett piac, és rengeteg hatás éri, és rengeteg hatás alapján dől el, hogy végül az árak hogy alakulnak, fölfele mozognak, lefele vagy stagnálnak. De ezelőtt, a kérdés előtt én azt javaslom föltenni kérdésként, hogy mi a cél? Mit szeretnénk? Tehát miért merül föl egyáltalán az ingatlan, mint akár befektetés, akár mint vásárlási lehetőség? Mert hogyha ezt nézzük, és mondjuk befektetőként gondolkozunk, akkor először igazából arra érdemes keresni a választ, hogy ez a befektetéstől mit várok. Tehát hogyha én mondjuk bérbeadom azt az ingatlant, akkor inkább azt érdemes először megnézni, hogy ez a bérbeadás ennek a megtérülésével kapcsolatban mik a várható számok. És hogyha már ezt látjuk, akkor azt lehet mérlegelni, hogy akkor ez abból a szempontból egy jó befektetése. Ezek azért viszonylag jól ellenőrizhető dolgok. És hogyha van olyan tervem egyébként, hogy ha mondjuk az árak fölfele mozognak, akkor értékesítem az ingatlant, akkor persze ez egy jó lehetőség, és azt kell mérlegelni, hogy amennyiben mégsem így alakul, és mondjuk az árak csökkennek, akkor legyek rá fölkészülve, hogy vagy veszteséggel tudom csak eladni, vagy mondjuk azt a döntést hozom meg, hogy akkor nem adom el, és akkor továbbiakban is hasznosítom. És ez egy nagyon lényeges pont, hogy hasznosítom, ugyanis az ingatlan akkor romlik a legtöbbet általában, tehát az értékvesztés akkor a legmagasabb, amikor üresen áll, illetve a költsége is ekkor a legmagasabbak, lévén az összes rezsijét, az összes beruházás, azt nekem kell finanszíroznom, még hogyha a bérbe van adva, akkor ez bizonyosan a legalábbis nagyobb részben a bérlő által fizetett költség. És persze erre mondhatjuk, hogy de hát mi van egy rossz bérlővel, és akkor mi történik? Igen, ez egy jogos kérdés. Kockázata van, de körültekintő kiadással azért ez minimalizálható. És hát ezzel kapcsolatban pedig azt tudom javasolni, hogy érdemes szakembert keresni, aki tudja azt, hogy milyen szűrőkön és milyen kérdéseken keresztül lehet egy bérlőt előzetesen jól lecsekkolni, és hogyha az alapján már úgy tűnik, hogy egy megbízható bérlő lehet belőle, akkor azért a kockázat azért már minimalizálódik, illetve hát arra is azért érdemes odafigyelni, hogy milyen feltételekkel adunk bérbe egy lakást, vagy bármilyen ingatlant. És még ez a kiegészítő javaslatom, tehát hogyha tartunk az esetleges bérbeadás kockázatától, akkor az ingatlan típus választása is befolyásolhatja ezt a kockázati tényezőt, ugyanis ha mondjuk garást vásárolunk például, annak azért viszonylag minimális a amortizációs tényezője, illetve akár üzlethelyiségben is lehet gondolkodni. Természetesen az jobban kitette az aktuális piaci környezetnek, úgyhogy megfontoltam, de azért azt gondolom, hogy bele lehet ebbe vágni. És hát az, hogy ezen kívül, mert nagyon sok dolog van, ami az árakat befolyásolja, illetve a mi döntésünket, azt egy következő videóban szeretném nektek majd elmondani, és ha ez érdekel benneteket, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és hát lájkoljátok a videót, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet!